Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is szeptember 28-án. A hold a mai napon a Danista holdházban van. Ez azt jelenti, hogy vannak ötleteink, de kell, hogy ezeket megvalósítsuk, és ehhez kell egy terv. E felett a holdház felett a Vasus uralkodnak. Ez nem más, mint a négy elem, a föld eleme, a víz eleme, a tűz eleme és a levegő eleme, azon kívül a nap és a hold és a bolygók. Ha ezt így összevetem, az elemeket, a nap, hold és a bolygók energiájával, az nem más, mint egy horoszkóp. Tehát ez a holdház azt mutatja, ha mi most meg akarjuk az életünket változtatni, és az ötleteinket megvalósítani, kell hozzá egy jó terv, mint egy horoszkóp. Mutatja az időpontot is, mikor kell, hogy indítsunk. A mai napon van egy jó kapcsolat a hold és Mars bolygó között. Ez mutatja a férfiaknak az érzelmeit, mivel ez egy jó kapcsolat, ők nyitottak arra az érzelmeket kimutatni. A hold és Merkur bolygó között is van egy jó kapcsolat, tehát ma tudunk érzelmekről beszélni, vagy mások nyitottak, és jön egy kellemes hír. Mars és Vénusz bolygó között van egy úgynevezett trigón kapcsolat, ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén, ami kicsit nehéz, az a Mars és Szaturnusz bolygók között még mindig fennálló kvadrát aspektus, ezek nehézségek, korlátozások. Nem a párkapcsolat területén, hanem gazdaságilag vagy politikailag. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember 28-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!